Jól ismert vendég a Csokonaiban az Aranyszamár Bábszínház, akik az elmúlt években számtalan csodálatos előadással örvendeztették már meg a 15. kerületi közönséget. Ezúttal legújabb előadásukat, a Béka királyt hozták el Rákospalotára. Legyek a lábnyom, a kis hableány, Szendergés, Pompom meséi, csak néhány azokból az előadásokból, melyeket már megtekinthettünk az Aranyszamár Bábszínház előadásában. Ezúttal a Béka király történetét tekinthették meg az érdeklődők, ami sok szempontból szakít a hagyományokkal. Látványában is egészen egyedi élményt nyújt a közönség számára. Ennek az előadásnak februárban volt a bemutatója, és az érdekessége, hogy nagyon izgalmasan közelíti meg ezt az átváltozós királyfivá változós történetet, mert nagyon nagy hangsúlyt fektet az adott szóra, hogy milyen jelentősége van az ígéretnek, az adott szónak. És ezt meglovagolva nagyon izgalmasan készültek a dalszövegek, ahol ez visszatér, hogy olyan súlyos, hogy olyan súlya van a szónak, mint a vasnak, mázsás súlya van az adott szónak. És éppen ezért nagyon érdekes, mert a díszlet az nagyon erőteljesen behozza a fémes világot. Tehát, hogy minthogyha ezek ilyen súlyos helyszínen, súlyos mázsás díszletben játszódnának, és fém figurák lennének. Holott amúgy szinte az egész fából készül, és ami még nagyon érdekes szerintem, és ritka, nem annyira jellemző a mai bábszínpadokon, nem nagyon jelenik meg a Marionett Színház, és ez az előadásnak egy része, az mese, a fő mese vonala, az marionett figurák által lett megjelenítve. A társulat több érzékenyítő darabot is készített, feldolgozták a Covid témáját, vagy éppen vakművészek közreműködésével mutatták meg a közönségnek, milyen az a világ, ahol a látás nélkül kell boldogulni, és hogy látóként hogyan tudunk a mindennapokban jól segíteni számukra. Ezek az előadások az érettebb, már-már felnőtt korosztálynak szóltak, míg a Béka királyt pici gyerekeknek játsszák. Számukra is fontos azonban átadni olyan üzeneteket, amik a hétköznapokban segítik őket egy jó értékrend szerint élni. Ez az előadás, igen, ebben is van valami pici kis érzékenyítés, de én azt gondolom, hogy itt nem is annyira a tudatformálás, mint inkább olyan témáknak a kicsit megmagyarázása és színházi köntösbe öltöztetése, mint például az adott szó, meg az ígéret, szép szó, ha megtartják úgy jó közmondás, súlyosságát előtérbe véve. Igazából itt azt akartuk, hogy ilyen szemmel is figyeljenek, hogy ez is eljusson ehhez a korosztályhoz. A kérdésedre egyértelműen válaszolva, szerintem ilyen közegbe, tehát ilyen bábszínházi közegbe helyezve, ennyi eszközzel, ennyi színházi formával megspékelve, érthetővé válik szerintem, és könnyedében eljut ehhez a korosztályhoz is ez a téma. A társulat a tavaszi-nyári időszakban a Lázár Ervin programhoz csatlakozva iskolákat látogat meg a Vackorral és az Állatok nyelvén tudó juhásszal, de több fesztiválon is találkozhatunk velük országszerte.